A Dunántúli Református Egyházkerület támogatása által elnyert pályázat felhasználásával valósult meg a templom feljárónak a teljes átalakítása. Új arculatot kapott az épület, és a mozgáskorlátozottak számára is könnyebbé vált annak megközelítése. Múlt év őszén jött a híradás, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi osztálya egy nagyobb volumenű pályázatot ír ki gyülekezeti házak, illetve templomoknak a megújítására, és akkor ült össze a gyülekezetnek a vezetősége, hogy hát nekünk is szándékunk lenne, több terv is elhangzott, és végül arra jutottunk, hogy itt a templomnak a lépcső, ami 1936-ban épült, és azóta nem volt felújítva, bizony elhasználódott, és nagyon nehéz megközelíteni a templomot, főleg az idősebb embereknek, illetve az oldal feljáró az földes, és ott is, hogyha jön eső, vagy bármi történik, akkor nehéz bejutni, hogy azt kövezzük le, a térkövezzük, és erre szeretnénk a pályázatot beadni 4 millió forintra, és akkor megkerestük ezzel a vezetőségünket és az egyházmegyét, illetve az egyházkerületet, mert az ő beleegyezésük is és támogatásuk az előbbre vitte az ügyet, és ők támogattak bennünket, így pont majdnem egy évvel ezelőtt kaptuk a híradást arról, hogy elnyertük a pályázatot, és neki kezdhetünk ennek a munkálatnak. Hát a legelső feladat az volt, hogy több kivitelezőtől is kértünk ajánlatot, ugye versenyeztetés miatt is, és legvégül a Balatonút Kft-re jutott a választás, a presbitériumnak a választása, tehát ők adták a legkedvezőbb ajánlatot, és ők is kezdtek a kivitelezésnek. Hát az időjárás befolyásolta ezt, tehát hogy ugye télen nem lehetett elkezdeni, illetve vártuk, hogy valahogy jobbra forduljon, és most tavasszal a televízió be is számolt erről. Elkezdődtek a munkálatok, és nagyon rövid idő alatt, mint egy hónap alatt elkészült, ami itt kint látható. Hát a legfontosabb az a mai napon a köszönet, itt az istentisztelet alkalmával, ugye meg is említettem a kivitelezőket, illetve hogy egyáltalán volt erre lehetőségünk minisztériumi segítséggel. És hát nagy örömmel vettem, hogy ilyen sokan eljöttünk. Tudom azt is, hogy az időjárás meg más miatt is sokan voltak akadályoztatva, de hát azért is újítottuk meg a templomot, illetve a bejáratot, hogy minél többen eljöhessenek, akár az itt lévők, akár a nyaralók közül, úgyhogy őket hívjuk és várjuk szeretettel. A felújításba önkéntesen is beszálltak, többek között Varga Szabó Zoltán végezte el a templom bejáratának ezt a pilléres, meg oszlopos meszelését, és amikor végezték a munkálatokat, akkor ő mutatott rá arra, hogy sajnos az esővíz befolyik és tönkreteszi a festést, úgyhogy azt a bádogos munkát ki kell cserélni, és ezt most nyáron szeretnénk, ezt már a gyülekezet saját pénzéből, adományokból fogja elvégezni, illetve hát a későbbiekben a terve van a belső résznek is egy kicsit felújítása, pár helyen a szó megtámadta a padokat, azokat kellene eltávolítsuk, illetve hosszú távú tervünk, hogy egy új fűtésrendszernek a kialakítása a templomba. Hálaadó Isten tisztelt rangját jelezte, hogy a helyi lelkész Miklósi Koppány köszöntője után az ige hirdetés szolgálatát Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke látta el. A gyülekezethez beszédet intézett Köntös László, az egyházkerület lelkészi főjegyzője, és imádságot mondott Bellai Zoltán, egyházkerületi lelkész tanácsos. A résztvevők szeretett vendégséggel zárták az ünnepi alkalmat. Interaktív bűnmegelőzési napot tartottak a Bacsák György szakiskolában. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Budapesti Rendőrfőkapitányság közös rendezésében létrejött program keretében a diákok olyan ismeretterjesztő előadásokon vehettek részt, amelyeken főleg a fiatalokat érintő problémákat mutatták be. A tanulók bepillantást nyerhettek a rendvédelmi szervek munkájába is.
A rendezvény az iskola diákjai által írt pályázatnak köszönhető. Ezt a programot úgy nyertük egy pályázaton, mégpedig az egyik legismertebb internetes oldal pályázatára kellett feltöltenünk egy fényképet megadott koordinációkkal, amiben igazából a karácsonynak, illetve a biztonságnak és a bűnmegelőzésnek kellett egyszerre szerepeljen. A 37 fős, akkor még 37 fős osztályommal kitaláltunk ehhez egy megfelelő képet, meg is alkottuk, beküldtük, és így nyertük meg tulajdonképpen a külön díját ennek a versenynek. Előadó teremben folytak az előadások, mindegyiken részt vettem, mindegyikbe benéztem, rendkívül gyerekközpontú, érdeklődésre számot adó, izgalmas előadások voltak ezek, az internet veszélyeivel, a Facebook veszélyeivel, a különböző képek feltöltésével kapcsolatban. Aztán láthattunk egy berendezett zárkát, ami azt gondolom, hogy hála Istennek viszonylag kevés tanulónk láthatta még belülről, és bízom benne, hogy nem is fognak ilyennel megismerkedni életük során, illetve voltak csapatépítő játékok a tornateremben, és egyéb előadások a másik termekben. A nap második felében a diákok is aktív szerepet vállaltak a programokban, hiszen ők maguk játszottak el olyan szituációkat, amelyek a fiatalokat akár áldozatként is érinthetik. 10-től 11 óráig voltak interaktív előadások a termeinkben, bűnmegelőzéssel, elsősegélynyújtással, internetes védelemmel kapcsolatban. A második blokkot pedig itt mögöttem láthatjuk az iskolánknak a betonos pályáján. Mindenféle színes bemutatókon vehetünk részt. Tűzoltás lesz, karambol, illetve katasztrófavédelmi bemutató, kutyás, drogkereséses bemutató, rablás, súlyos testi sértés szituációját játsszák el, és ennek következményeit is be fogják mutatni számunkra. Látványos és akciódús jelenetek várták a diákokat. A rendőrség, a tűzoltóság és a mentők járművei sorakoztak fel az iskola udvarán. A harcművészeteket és felfegyverzett kommandósok bevetéseit szimuláló bemutatókra is sor került. Amikor 2012-ben kidolgoztuk ezt a programot, az iskolai erőszakot kívántuk meg orvosolni, kezelni. Igazából egy megelőzési program, interaktív megelőzési program, és pont ez a lényeg az egész történetnek, hogy a fiatal között rettentő sok a konfliktus, nagyon sok a veszélyhelyzet, számtalan ingerrel vannak körbevéve, és ezt valamilyen szinten nekünk kezelnünk kell, ezt valamilyen szinten nekünk terelnünk kell a fiatalokat a jó döntés felé. Interaktívan, a közönséget megszólítva csempészünk színpadra olyan elemeket, amit kortárs szereplők játszanak el, és olyan elemeket, amikkel ők kapcsolatba kerülhetnek a köznapi életük során. Legyen az rablás, testi sértés, egy féltékenység miatt kialakuló verekedés, vagy éppen egy bármilyen rövid, kicsi inzultusból kialakuló konfliktus, és ebből ugye generálódó erőszak, vagy éppen egy diszkóbaleset, köznapi nyelven diszkóbaleset, közlekedési baleset, ittas járművezetés, kábítószerbirtoklás, kábítószerkereskedelem. Ezeket próbáljuk színpadra csempészni. Ez tényleg nem egy leányálom, sokkal keményebb, hogy ezt az emberek gondolják, külső szemlélők. Hát tényleg nagyon kemény, tehát hogy filmek nem tudják átadni, szerintem ezt az egészet sokkal keményebb. Szerintem mindenképp hasznos volt, mindenkit egy kicsit elgondolkoztatott az, hogy mit csinál és mit fog csinálni, és szerintem tényleg senki nem akar bekerülni. Ilyen rendezvényeket mindenkinek ajánlom, mert tényleg bele enged látni a büntetés végrehajtásba, meg az tűzoltó dolgokba, meg az énekbe, és tényleg tehát, hogy ez mindenki szerintem, hogy mondjam, tehát jó útra fog terelni, tehát hogy átgondolja a dolgokat, mit fog csinálni. Furcsa volt az, hogy mik vannak a börtönökben, amiket elmondtak, hogy nem gondolta volna senki az osztályból se, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek, amik vannak. Igazából érdekes volt nagyon, nagyon jó volt az előadás. Bye.
bármennyire is óckodunk ettől a dologtól, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyerekeinkre, együtt kell ezzel éljünk. Mindenképpen nagyon fontosnak tartjuk a prevenciót, amelyeket nem csak a tananyag átadásával tudunk a gyerekekbe beleültetni, hanem a személyes kapcsolatokkal és az egyéb ilyen interaktív előadásokkal is. Miután iskolánkban rendvédelmi osztályokat is indítunk szakközép osztályok között, az én osztályom és a 10. D is, illetve mindegyik D osztályunk rendvédelmi osztály. Nyilvánvalóan ez volt az elsődleges szándékunk, hogy a rendvédelem, illetve a bűnmegelőzés szemszögéből látsunk, és láttassunk dolgokat. Ez volt az elsődleges szempont, hogy ezen részt vehessünk. Az meg, hogy megnyertük, hát ez egy külön hatalmas öröm mindannyiunk számára. Nagyon remélem azt, hogy ez a program, amit most kidolgoztunk, és ugye ezzel még menni fogunk még Budapestre két iskolába is, de voltunk már ugye Veresegyházán, valamint Veszprémben is, hogy szeretném, hogy ez bővüljön. Szeretnénk azt elérni, hogy 2016-ban már minden hónapban legalább egy ilyen országos intézménybe eljussunk. Tehát a lényeg az, hogy azt szeretnénk elérni, és ez az én üzenetem, hogy minél több iskola fogadja ezt a programot, minél több helyre el tudjunk jutni, és minél több fiatalt meg tudjunk szólítani, hogy tényleg, amikor abban a helyzetben kerülnek, ha már kettő gyerek itt a rendezvényen, kettő gyerek már abban a helyzetben azt mondja, hogy igen, én a jó úton maradok, én a jó döntést hozom meg, nekem fontosabb a céljaim, a vágyaim, a terveim, mint az, hogy most éppen orvosoljam ezt a konfliktust erőszakos megoldással, mert ettől én keményebbnek hiszem magam, vagy ettől én vagányabb vagyok, akkor már a célt elértük. Veres Ábel színvonal zongora koncertet tartott a hétvégén a Kulturális Központ színház termében. Az általános iskolai tanulmányait a Padonai Magyar Bálint általános iskolában végezte el. Most a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium iskolájába jár, ahol emelt óraszámban tanul zongorázni. Rengeteg gyakorlás minden nap, és hát az iskola ezt amúgy is megköveteli, és most ráadásul hamarosan évvégi vizsga és egyéb vizsgák, tehát most mindenképpen nehéz az évvége, és összetett a készülés, és nagyon sok darab van, tehát most körülbelül a vizsgamisornak a felét fogom eljátszani itt, illetve még egy-két más darabot is. Ezek igazából Mozart, Czerny, Chopin és Bartók művei lesznek ma. Hát a vizsgaműsorom kívül néhány ilyen érdekesebbet játszom, ami dallamosabb, könnyebben élvezhető. A vizsgaműsorom még Bachokat, meg egyéb kötelező darabokat kell játszani, amit most itt nem gondoltam, mert egy ilyen... tehát azok inkább ilyen szakmai darabok, amiket csak a vizsgán játszok, illetve hát csak ott játszom, és még hogyha lesz a közeljövőben koncert, akkor talán azon is. Közelmúltban került megrendezésre az első zongora koncertje, ami Erdélyben volt. Ez a zongora koncertem jól sikerült, az Erdélyben volt, körülbelül egy 3 hete. Hát szeretném, hogy legalább így sikerüljön ez is, vagy akár jobban. És hát magamtól nem várok igazából semmi, nem merült föl bennem ez a kérdés, hogy mit várok, vagy mit nem várok el. Akár a koncerttől, akár magamtól, ez jön. Úgy magától. Hála Istennek, most már jön a nyári szünet, és egy kicsit pihenni. Elég nehéz év a konziba a 9. minden szempontból. Persze nyáron is rengeteg új darabot tanulni, gyakorolni. Egy-két kurzusra is fogok menni még Pestre, de ez még kialakul. Aztán úszni a Balatonba sokat. Szép számmal megjelentek az ifjú Fonyódi Tehetség második zongora koncertjén is. Tizenkét évvel ezelőtt a Feng Shui galériában hívta össze tanítványait dr. Faust Terézia, az esemény főszervezője. Akkor közel 200-al jöttek össze, azonnal kinőtték a helyszínt.
Így kezdődött a mára-már országos méreteket öltött egyedülálló rendezvénysorozat. Teljes mértékben egyedülálló, és ez köszönhető dr. Faust Erike főorvosasszonynak, aki ugye egy időben orvos, természetgyógyász és feng shui szakértő. Ha ő nincs, nincs a szívében ez a motor, ami ezt az egészet lüktetve átviszi, akkor Magyarországon nincs ez a rendezvény. Régen voltak Budapesten is feng shui fesztiválok, kongresszusok, ezek elhaltak. Tehát ezekhez ilyen elhivatott emberre van szükség, mint például ő, de ez alatt értem az egész fonyódnak a itt levő lakosságát is, akik mondtam, kezdve a polgármester hivataltól lefelé a legutolsó emberig, hozzájárul ennek a rendezvénynek a sikeréhez. Az országos találkozónak éveken át a gimnázium adott otthont, idén először a kulturális központ volt a helyszín. Attól féltem, hogy nem fogunk elférni, mert az egy kisebb a hely, mint a gimnáziumban, de olyan szépen megtöltjük mind a három szintet, kiállítókkal, szolgáltatásokkal, masszázsal, és az előadóterem is úgy tele van. Olyan jó érzése van, hogy elférünk, és mégse kong, hanem vagyunk sokan, és nagyon pozitív emberek járnak ide. Változatosak az előadások, és az mindenkit érdekel, mert nyilván minden előadás nem egyformán szimpatikus minden embernek, de mivel sokrétű, sokoldalú előadások vannak, sok minden elhangzik, mindenki meg fogja találni azt, ami őt érdekli. Az épület három szintjén kialakított vásárban kézműves biotermékeket, különleges fűszereket, gyógynövényeket, műalkotásokat, dísztárgyakat lehetett vásárolni, valamint számos szolgáltatással lehetett megismerkedni. Többféle diagnosztikai eszközzel végeztek például bioinformációs állapotfelmérést, de aurafotózást, vércseppanalízist, jósdát, grafológiai elemzést és az alternatív gyógyászat több ágazatát is ki lehetett próbálni. Az eseményen nem csak azok találhatták meg a számukra érdekes előadást, szolgáltatást vagy terméket, akik már megismerkedtek a feng shui világával, hanem azok is, akik kíváncsiságból első alkalommal látogattak el a találkozóra. Ha veszünk egy vadidegent, aki életében erről nem hallott, egyrészt végighallgatja a két napon levő összes előadás, zenei és egyéb dolgokat. Kettő, végignézi a kiállítókat. Nem tudom elhinni, hogy valami, ha más nem egy mondat, ha más egy dolog, egy illat, egy selyemkendő, csak például, vagy egy kép nem fogja meg, és attól valahol nem érzi meg, hogy a lelkében jobbá lesz. Ha már ez megvan, már pedig ez biztos, hogy megvan, akkor már megérte neki ide eljönni. A természetgyógyászat fontos szerepet kapott a hétvége során. Könyvében és előadásában is erről szólt a szerző, aki egy hétköznapi példával érzékeltette, miért fontos nyitni ebbe az irányba. Az emberek nincsenek tisztában a környezetükben rejlő gyógyító lehetőségek. Mondok egy egyszerű dolgot. Ott van például a kakukkfű, vagy a tárkony, vagy a szegfűszeg, vagy a fahéj. Ezek ott vannak az önök lakásában. Eddig önök erre úgy tekintettek, mint fűszernövények. Nem, ez mind gyógynövény. Ez mind gyógynövény. Tehát amikor nagy Isten hajnal egykor önöknek heves kőgési roham jön rá, akkor nem rohanni kell a gyógyszertárba szétverni az ajtót, hanem csinálni egy jó erős kakukk teá, kakukk füves tömény teát, és szép lassan kortyolgatva meginni. Megjegyzem, ugye a gyógyszergyárak is ebből csinálják az elixír Timi, ugye, kőgés ellenszer. Hát akkor miért ne használják föl? Az a baj, hogy a nyugati orvoslás nem úgy közelít a betegségek felé, mint ahogy az alternatív gyógyászat. Tehát mi mindig azt keressük, hogy az energia jól áramlik-e, úgy a környezetünkbe, mint a szervezetünkbe. Na most a feng shui arról szól, hogy a környezetedbe az energiát úgy alakítod, vagy úgy alakítod a bútorokat, a kertet, mindent, hogy az energia jól áramoljon. Tehát az negatív energiáktól megszabadítjuk magunkat, és a pozitív energiákat meg felhasználjuk a saját hasznunkra. Ugyanez van a szervezetbe is. Tehát a nyugati orvoslás az nem így gyógyít, mint ahogy az alternatív gyógyászat, hogyha az energia jól áramlik a szervezetbe, akkor egészséges vagy. Minden előadó, illetve minden ember arról beszél, ami az ő szakterülete, szakmája. Tehát természetesen, hogy tényleg a kardiológiáról beszél, onnan beszél, példák, hogy jaj, hogy milyen nehéz volt a lélegzése, a tüdődémája volt neki, és buborékból, szörnyögről légzik, hogy elmi ahhoz példát. Tehát amikor kidurrad, vagy süllyed egy hajó itt a Balaton, akkor nem a szakmailag fogja elmondani a hajónak, mint tudom én, a hatos bükkös tengely elrohadt és a bejövő víz. Hanem azt mondja, ez a hajó ugyanolyan hangot ad ki, mint egy tüdődémás. Ugye mert ezt mondja hozzá a példát. Úgy tudjuk, hogy vannak itt
A Kávészünet együttes egy turné keretében érkezett Fonyódra, ahol különleges koncertet adtak megzenésített versekkel. Az együttes még dúó formájában a Csillag Születik nevű tehetségkutatóban tűnt fel, de már előtte is létezett. Hozzánk komplett zenekari formációval érkeztek. Elég sok minden történt azóta velünk. Az általad említett tehetségkutató műsorban mutatkoztunk be először, és ott ismerkedtünk meg például a menedzserünkkel, és ez azért fontos, mert azóta egy komolyabb vágányra kapcsoltunk, és azóta járjuk rendszeresen az iskolákat, bővültünk ki, amint említetted, egy nagyobb formációval is, játszunk duósan, attól függetlenül, de játszunk triósan, kvartett formában, zenekaros formában, amikor öten állunk a színpadon. Úgyhogy többféle formációban játszunk, minden egyes formációnak megvan a maga hangulata, így egy trendhagyó irodalom órán általában duósan szoktunk megszólalni, vagy triósan, de van arra is példa, hogy ez borul, és a zenekaros verzió hallható a színpadról, és a nagyobb fesztiválokon, zenei eseményeken, egyéb programokon pedig általában a zenekart szoktuk előnyben részesíteni, az egy táncolhatóbb közeg, és a megszólalás is egy erőteljesebb. A formáció elnevezése nem véletlen. A Kávészünet találó és egyben kifejező név, melyet a tehetségkutató óta viselnek. A nevet azt Fecó találta ki, mert maga a zene, amikor duósan szólal meg egy szál gitárral és egy szál énekkel, akkor pont egy kávé elszürcsölése közben meghallgatható egy vers, 2-3 perc, és már mehetünk is tovább, de mégis volt egy kis röpke pillanat, kiszakadtunk talán a napi körforgásból, de amikor a nagy zenekaros formációt hallja az ember, akkor pedig mint egy ilyen koffein bomba hat az emberre, az elmére, és innen jött az ötlet. Így passzol a Kávészünet név a versekhez, a megzenésített versekhez és hozzánk. Repertoárjukban elsősorban a diákok számára ismert versek szerepelnek, melyek a kötelező tananyag részét képezik. Ezen kívül teret engednek a kortárs szerzők műveinek, melyeket megzenésítve tesznek könnyebben fogyaszthatóvá a fiatalok számára. Természetesen a klasszikus költők mellett a kortárs költészet is bemutatkozik. József Attila, Ady Endre, Radnóti Miklós és a kortársak közül Juhász Magda, az egyik kedvencünk, Varró Dániel is talán szerepet kap. A koncerten a közönséget is igyekeztek bevonni a produkcióba. Az eredeti duó Németh Ferenc és Popovics György közös alkotása a versek dallamosítása. Minden formációban és minden megzenésített versel a cél ugyanaz. Célunk az, hogy visszaadjuk a versnek a mondani valóját, minél egyszerűbben, letisztultabban próbálunk minél fülbemászóbb dallamot varázsolni köré, pont azért, hogy még megjegyezhetőbb legyen a szöveg. A verset mind a ketten szerettük Fecóval, ugye mi ketten alapítottuk a Kávészünetet, és ez egy spontán dolog volt, tehát mind a ketten szerettünk zenélni, külön-külön zenéltünk is, a verseket is szerettük, és valahogy adta magát, hogy a kettőt összekötjük. Azt szokták ránk mondani, hogy attól különleges, hogy pop zenével finomítjuk a verseket és ízesítjük.